تو لقات يوكو صار لو تشوبات زوت في بلال اش راني فوت بوك اللي تهجوا في الغزاتي هذا وقت يا تشوبات اللي كرر التفاصيل تي راجو تشوبات اش لاقيش لا تلقى فيرس دي كانيا دير او جوت يا موتوبونكوك وتعرفين لك كيف تريش كذا لوك استوى يوكو كوموزا شير كرا كاش يتزكى استايرن او بيغرا هايتو اش لاق ليجي رو كاش مورفيو هذا زوت تشوبات كيف هو هاي بوك ديك hogyha látjuk azt, hogy a bíróságok hogyan tudják a szavazással, úgy vesszük, megszavazni azokat az igényeket, ami a bankszektornak jó, azt is tudjuk, hogy a bankok miért mernek hamis szerződéseket kiadni, utána fillére kell átjátszani a követeléskezelőknek, aztán egy közjegyző, akiknek az első fokú joghatóság kivaradva a gebimbe, és egy bélyegzővel 100 milliót is tud keresni egy hónapban, az természetes módon a zsebét nézi, aztán a végrehajtó jön, aki szintén saját zsebbe dolgozva milliárdokat tud összeharácsolni, és a legvégén természetesen a lakásmafia, aki fillérekkel vásárolja fel a László utak lakásait. Ez az ötös fogat jobban működik, mint a német kosárlabda csapat, pedig az nem olyan jó, de precíz. A helyzet az, hogy fokozhatjuk az ügyet, 850 ezer devizahiteles problémája van, itt most éppen általunk képviselve, ezen túl mutatjuk azt, hogy közvetve érintett 3 millió ember, hiszen a kezesek a családtagok, azok, akik nem tehetnek róla, szintén veszélyeztetve vannak. Ne beszéljük arról, hogy csak idén 110 ezer lakás kiürítése van tervbe véve, és csak azért tervbe véve, mert van az a bizonyos állami limit, hogy csak 3%-ot lehet kilakoltatni. Ennek a mennyiségnek a 3%-át. Gondoljunk bele, hogy ez is negyed évente közel 3 ezer lakás. Folyamatosan rakják az utcára az embereket, és ennek a tudója a kompánycsoport, az otthonvédelmi tanács, Falus Zsolti, és mindenki, aki ezzel foglalkozik. A napokban egy 10 gyermekes család került az utcára, és folyamatosan a becsapott embereknek a kifosztása és a szó szerint legyilkolása folyik. Hiszen azt is tudjuk, hogy több ezeren haltak meg, vagy így, öngyilkosként vagy úgy betegségekben a devizahitelek és a hozzájuk kapcsolódó problémák hatására. Kedves barátaik, itt a bíróságnak csak egy lehetséges döntése lehet, mégpedig az, hogy a magyar nép mellé áll ki. Semmilyen más nem elfogadható. A bankok nem, a magyar bíróság számára nem lehetnek jogalap. Száz Károly barátunk hiába mondta azt, hogy jól fontolják meg. Micsoda dolog az, hogyha egy pénzügyi vezető a bíróságba tolva inti attól, hogy a magyar emberek javát képviselje. Barátaim, jogállamot követelünk! Jogállamot! Jogállamot! Jogállamot!